Ne hagyd, hogy becsapjanak! Válaszd a legjobbat! Mi a közös Puskás öcsiben és Michael Schumacherben, a Rolls-Royce-ban és a Rolex-ben, a Dom Perignon pesgőben és a Beluga kaviárban? A minőség. Az, hogy mindenki tudja, hogy a kategóriájuk legjobbjait képviselik. Most bemutatunk még egy ilyen piaci szereplőt. A DXN cég termeszti a világ legjobb minőségű pecsétviasz gombáját, és egyedi technológiája révén ő gyártja belőlük a világ legmagasabb minőségű ganodermás termékeit. A cég központja Ázsiában, Malajziában található. Egy átlagos vásárló számára az ázsiai minőség sokszor valami kínai vacakot jelent. Mi szeretnénk megóvni téged ettől a tévedéstől, hogy csak azért vásárolj gyengébb minőséget, mert nem tudod, hogy ganodermában ki a világ legjobbja. Ebből a videóból megtudhatod, hogy mi köze a tyúkoknak a ganodermához, és hogy a nem megfelelő eljárással termesztett és feldolgozott pecsétviaszgomba milyen veszélyeket rejt. Tarts velünk, és ismerd meg az eddig elhallgatott titkokat. Hogyan is kezdődött? A Ganoderma lucidum, a pecsétviaszgomba, az egész világon fellelhető, talán csak az Antarktiszon nem, de Malajziában különösen bőven terem. Mindenfelé megtalálhatók a gomba 200 különböző alfajának egyedei. Ezek az alfajok különböző hatóanyagtartalommal rendelkeznek. A DXN alapítója, Dr. Lim, a legmagasabb hatóanyagtartalmú alfajokat kereste, amiket termeszteni akart. A kiválasztásukat nem laboratóriumban végezte, hanem a Baromfi udvarban. A tyúkok tudvalevőleg néhány év termékeny időszak után abba adják a tojásrakást. Dr. Lim ilyen egyedeket válogatott össze, több csoportra osztotta őket, és a különböző csoportokat más-más alfajhoz tartozó ganoderma gombával etette. Megfigyelte, hogy melyik csoportra milyen hatással volt ez a különleges táplálék. A legnagyobb bizonyítékot az adta a ganoderma hasznosságára, hogy a tyúkok egy idő után újra tojást kezdtek tojni, és sokkal aktívabbak lettek. Esténként újra felrepültek a környező fák ágaira, hogy biztonságban töltsék az éjszakát. Ez a baromfik ösztönös szokása, mindaddig, amíg elég jó kondícióban vannak hozzá. Így választott ki Dr. Lim 6 ganoderma alfajt, aminek a legnagyobb hatása volt a csirkékre. Az állatkísérletek után a munkatársak kipróbálták saját magukon és az ismerőseiken is, hogy az emberi szervezetre milyen hatással van a ganoderma fogyasztása. A kínai gyógyászatban több ezer éves kultúrája van ennek a gyógygombának. A ganodermát a gyógynövények királyának is tartják, így nem okozott igazán nagy meglepetést, amit tapasztaltak. A ganoderma gomba szaporítása. A gombák, amint az köztudott, spórákkal szaporodnak. Egyetlen pecsétviaszgomba egyednek 30 millió utódja lehet. Azonban a DXN nem szaporít ilyen sokat. Amikor a spórákból kialakulnak a gombafonalak, 1-2 százalékuk nagyon lassan növekszik, a többség teljesen átlagosan, és másik 1-2 százalékuk nagyon gyorsan. A DXN csak ezt az 1-2 százalékot választja ki továbbtermesztésre. A ganoderma gombának az életciklusa 3 hónap. Eddig tart, amíg egy spórából kifejlett gomba lesz, aki maga is spórákat bocsájt ki. A gombák első fejlődési szakaszukban csupán gombafonalak, ez az úgynevezett micélium, ami egyre sűrűbben szövi át a táptalajt, míg nem egyszer csak megjelenik a fonalak szövedékén egy parányi gombatest. Ez az első időszak a DXN ganoderma gombájánál 10 évvel ezelőtt még 17 napig tartott. Ám mára a kiválogatásnak köszönhetően ez 14 napra csökkent. És ez a kiválasztódás az oka annak, hogy a DXN GL kapszulája, ami ebből a micéliumból készül, annyira kiváló minőségű. Mert mi folyamatosan a legjobbat keressük a legjobbak közül. Néha éri a céget olyan vád a konkurencia részéről, hogy genetikusan módosított pecsétviaszgombát termesztenek. Azonban ez nem génsebészet, hanem evolúció, aminek besegítettünk egy kicsit. A cég immáron 25 éve válogatja a legjobb egyedeket, és az már közel 100 generáció. Érdemes belegondolni, hogy ez mekkora minőségbeli előnyt biztosít a versenytársakkal szemben. Más cégek, akik nem maguk termelik a ganodermájukat,
nem tudnak ezzel lépést tartani egy egyszerű ok miatt. Akik a termelőktől, farmerektől vásárolják a pecsétviaszgombát, nyilvánvalóan nem a hatóanyag tartalom után, hanem a gomba kilójáért fizetnek. Ennek aztán az a következménye, hogy a farmerek igyekeznek hatalmas és nehéz gombákat termeszteni, mert azzal jobban keresnek. Viszont a ganoderma mérete és hatóanyag tartalma között semmiféle összefüggés nincs. Mi a baj azzal a ganodermával, ami nem saját termesztés? Van még egy nagyon fontos dolog, amit mindenkinek tudnia kellene, aki ganodermát vásárol. A gombák kiváló talajtisztítók, mert 30-szor annyi tápanyagot és természetesen vegyszermaradékot is szívnak magukba, mint más növények. Vagyis, ha egy termelő korábban például zöldséget termesztett a földjén, amit sűrűn permetezett, hogy megvédje a kórokozóktól, akkor a következő évben abban a földben termesztett ganoderma gomba tele lesz nehéz fémekkel, mint az ólom, a kadmium és az arzén. Ezek az elemek ugyanis a permetező szerek legfontosabb összetevői. A DXN a saját farmján termeszti a ganodermát 1992 óta. Ez garantálja a szigorúan ellenőrzött tisztaságot. A farm szabadon látogatható turisták számára is, nem titkos, és valóban létezik. Mielőtt valaki ellentmondást vélne felfedezni, a tisztaság és a sok látogató között, a szabad bejárás nem jelenti azt, hogy a vendégek mindent összetaposnak. A minőség és a tisztaság a DXN büszkesége, ezért abszolút prioritást élvez. Mikor kell a ganodermát szüretelni? Sok cég büszkélkedik vele, hogy az ő ganoderma farmjuk már messziről illatozik. Senki ne vásároljon ganodermát onnan, ahol érezni lehet az illatot. Ugyanis amikor a ganoderma illatozik, a spórákat már kibocsájtotta magából. Vagyis maga a gomba már csaknem értéktelen. A DXN által termesztett alfajoknak közös tulajdonsága, hogy amikor megérnek, csillogó lesz a felületük. A ganoderma élete során először fehér színű, aztán besárgul, végül vörös lesz. Majd csillogó, mintha be lenne lakkozva. Amikor ez bekövetkezik, késedelem nélkül le kell őket szüretelni, mert hamarosan kilövellik a spóráikat. Beszéljünk a biominősítésekről. Mik azok az aspektusok, amik alapján a DXN termékei megkülönböztethetők más cégek termékeitől? Az emberek manapság sokat beszélnek a biominősítésekről. Hogyan lehet a legjobban bizonyítani, hogy egy termék organikus eredetű? A különböző országokban kiadott biominősítésekkel az a gond, hogy azok kizárólag csak az adott országban érvényesek, máshol nem. Hiába vizsgáltatjuk be Malajziában a termékeket, az a biominősítés egyetlen másik országban sem lesz érvényes. Természetesen van a DXN termékeinek Malajziában biominősítése. Az igazi megoldás a Lloyds minőségbiztosító által kiadott ISO 14001-es minősítés, amit rendkívül nehéz megszerezni, mert ez több, mint egy organikus minősítés. Ez sokkal szigorúbb feltételekhez kötött, mint bármelyik ország biominősítése. Először is a farm nem használhat vegyszereket, és nem bocsáthat ki szagokat. Nagyon sok farm sok komposztot használ, ezért nem kaphat ISO 14001-es minősítést. Aztán, bármit is csinálsz a farmodon, nem lehet káros a környezetre. A ganoderma például a taplógombák családjához tartozik, tehát egy farhontó élősködő. És a 200 alfaja közül vannak olyanok is, amik az élőfákon élősködnek. A DXN-nek sokáig tartott bebizonyítani, hogy az általa termesztett egyedek mind csak az elhullott fákat támadhatják meg, tehát nem veszélyeztetik a farm környezetét. Így végül sikerült a cégnek megkapni az ISO 14001-es minősítést, amit évente meg is kell újítania. Mi vagyunk az egyik, hanem az egyetlen ganodermás cég a világon, amelyik rendelkezik vele. Egy cég vagy egy termék minőségét mindig cégfüggetlen szervezeteknek kell igazolniuk. Ahogyan az iskolában is a tanár adja az osztályzatokat és nem a diákok. Amikor a minőségről beszélünk, tisztában kell lenni azzal, hogy mik is a legrangosabb minőségi igazolások. Az egyik a már említett ISO 14001-es. A másik a GMP, amiből a DXN-nek több is van.
egy Malajziában, egy Indonéziában, kettő Indiában és egy Ausztráliában. A DXN gyárában a ganodermás termékeket a gyógyszergyárakban előírt tisztasági körülmények között állítják elő. A másik nagyon fontos minőségi igazolás az ISO 17025, ami egy minőségellenőrzési minősítés, amit a DXN laboratóriuma kapott meg. Ez a világ legjobb ganoderma laboratóriuma. Amikor egy bioboltban leemelsz egy ganodermás terméket a polcról, próbáld meg kideríteni, hogy megvannak-e ezek a fontos minőségi igazolásai, mielőtt pénzt adnál érte. Hogyan lesz a gombából kapszula? Ahhoz, hogy jó minőségű ganodermás terméket kapjunk, nem elég a kiváló alapanyag. Nagyon lényeges a feldolgozási technológia is. Ugyanis a pecsétviaszgomba eredeti állapotában semmiképpen nem élvezeti cikk. Valahogy fogyaszthatóvá kell tenni. A világ sok részén az úgynevezett kétszeres forralás technológiáját alkalmazzák a feldolgozás során. A ganoderma gombákat először is 4 órán át forralják. Utána a gombákat kidobálják belőle, a főzetet pedig egy másik edényben további 6 órán át tovább forralják, hogy elpárologtassák belőle a vizet. Végül keményítőt, maltodextrint adnak hozzá, hogy por állagú legyen. Ezzel az eljárással a pecsétviaszgomba hatóanyag tartalmának csupán 25-30%-át lehet kivonni. Aki ilyen ganoderma port vásárol, inkább keményítőt, mint ganodermát vesz. A pecsétviaszgomba feldolgozásánál az okozza a legnagyobb problémát, hogy őrlés közben a gombatestek vattához hasonló állagúak lesznek, és utána képtelenség őket tovább őrölni. Vannak olyan cégek is, akik magas hőfokon szárítják a gombát őrlés előtt, hogy ezt a problémát áthidalják. Utána porrá törik, és kapszulába töltik az őrleményt. Ezek a legrosszabb minőségű termékek, és a csomagoláson nincs feltüntetve, hogy milyen eljárással készült a ganoderma kapszula. Mit talált ki a DXN? Először is a leszületelt ganodermát száraz fagyasztásnak vetik alá, vagyis alacsony hőfokon szárítják. Utána egy daraboló gép apró darabokra vágja a gombatesteket. Ezután a gépet magasabb sebességre kapcsolják, amitől a spórák és a rostok felszabadulnak. Nem lesz vattaszerű az állaguk, mert előtte már apró darabokra vágták őket. Végül légzsákban szétválasztják a spórákat, meg a hasznos összetevőket a rostoktól. A DXN ganoderma készítményei nem csak spórákból állnak. A végső gyártási folyamat a DXN saját találmánya. Egy 5 fokozatú őrlőgép, amely nanoméretűre őrli a hasznos alkotóelemeket. Ez a technológia egyedülálló. Egyik ganodermás cég sem rendelkezik vele. A végtermék egy rendkívül finom por, amely csak a ganoderma gomba hatóanyagait tartalmazza, rostok nélkül. 20 kg gombából végül 1 kg gombapor készül. Sok ember azt gondolja, hogy elég a pecsétviaszgombát porrá törni, és már kész is a termék. De ez nem így van. A spirulina. A DXN a másik fő termékével, a spirulinával is hasonló eljárást követ, mint a ganoderma gombával. Dr. Lim azt tartja, hogy ha a spirulina nem tudja saját magát megvédeni, akkor hogy fog megvédeni minket? Ez az alga nagyon kezdetleges sejtfallal rendelkezik, ami kedvező akkor, amikor elfogyasztjuk, de kedvezőtlen akkor, amikor az élőhelyén ki van téve a különböző ellenségeinek. Sok cég amiatt, hogy csökkentsék az elhullást, vegyszerekkel kezeli a vizet. A spirulinának van egy olyan kedvező tulajdonsága, hogy magához vonza és megköti a nehéz fémeket. De pont az lenne a lényeg, hogy ezt az emberi szervezetben tegye, és ne a medencében, ahol felnő. A DXN a laborban szaporított állományt kihelyezte a medencébe, ahol semmilyen védelem nem állt a spirulina rendelkezésére. El is pusztult az állomány 90%-a. A túlélőket visszavitték a laborba, és újra szaporították. Azután újra visszakerültek a medencébe. Ekkor már csak 80%-uk pusztult el. És ezt az eljárást addig ismételték újra és újra, amíg sikerült olyan erős és életre való állományt kifejleszteni, ami szintén világelső. Szakemberek szerint csak Japánban kapni hasonlóan jó minőségű spirulinát, csak az sokkal többe kerül. Kedves néző, talán
te is az az ember vagy, aki az autójába a drágább, jobb minőségű üzemanyagot veszed meg. Lehet, hogy az élelmiszert, ami az asztalodra kerül, is inkább a helyi termelőtől vásárolod, mert annak a jó minőségében jobban megbízol. Miért elégednél meg akkor egy gyenge minőségű és rossz technológiával feldolgozott ganodermával vagy spirulinával? Ami még nem is biztos, hogy olcsóbb. Azt tartja a mondás, hogy a test a lélek temploma. Akkor miért ne érdemelné meg a legjobbat, mikor valójában az életünk múlik rajta? A testünket nem cserélhetjük le, ha elhasználódott. Válasz neki is a legjobbat.